Köszönjük, hogy segítettetek Billit megmenteni. Mi köszönjük, barátom. Nélkületek nem sikerült volna megállítani az üstökös vállalatot, és kifosztották volna ezt a világot. De hú, megint megszökött. Neked is köszönöm, barátom. Ideje visszaindulom a sziklához. Minden jót, barátaim! Szia, Rob! Vigyázzatok magatokra! Na, akkor irány haza! Kéle, el tudod vezetni ezt a helikoptert? Szerintem menni fog. Haver, nem felejtettél el valamit? Mi az, Grady? Na, add vissza a sapkám! Azt hogy rakod bele abba a helikopterbe? A hordozóba már nem fér bele. Nem messze a szigeten arrább van egy régi World helikopter. Ahhoz van szállítóketrec. Azzal el tudjuk vinni. Akkor induljunk! Billy, Bubu, gyertek! Várj meg! Srácok, várjatok egy kicsit! Mi van, Grady? Segíts felnyitni ezt a kaput. Nem hagyhatjuk a Stigit itt. Na, emeljük majd. Elég nehéz. Srácok, a gombok az alján. Ja, tényleg ott a... Ja, hogy ez ilyen? Légy szabad! Na, ez jó lesz. Már csak bele kell terelni Bubut. Mi a gond? Rossz emléke. Egy ilyennel írtották ki a raptoraimat. Ó, értem. Ezt hogy rakjuk a helikopterre? Billy, nem a helikopterre rakjuk, ezt a helikopterrel szállítjuk. Úgyhogy Bubunak benne kell lenni. De hát Bubu hogy fog belemenni? Bubu, gyere kaja! Most mi a baj? Gyere! Nem te vagy a pótmami haver. Nem fog rád hallgatni. Billy, mondd Bubunak, menjen a ketrecbe. Bubu, gyere a ketrecbe ide, jó? Úgy mi? Felcsukjuk a rámpát. Hátul is. Úgy, a koptárral meg elvisszük. Én is a ketrecbe akarok utazni. Hogy is ne, szállj fel a helikopterre, és közd be magad. Indulhatunk, Kéla. Úti cél a farmom. Kampó a helyén mehet. A farmon. Nincsen távolság, én ott leszek, ha hívnál. Hasítunk együtt, ez a csapat sose hátrál. Összefogunk, ebben rejlik az erőnk. Együtt küzd veled, pár elszánt csodabogár. Ezer kalandot élünk át. Egy új út vár ma rá. Hát itt meg mi folyik? Elég, hagyjátok abba! Tanker, nyugi, vissza!
Pyro, a helyedre, te is, mozgás! Angie, mi folyik itt? Ne haragudj, Dép, nem tudom. Egyszer csak kitörtek és elkezdtek törni, zúzni, nagyon megjettem. Pedig azt csináltam, amit mondtál, minden nap bedobtam nekik a kaját. De Angie, kértelek, hogy engedd ki tankert néhány órára, mert különben a bezártság miatt megőrült. Jaj, ezt elfelejtettem, bocsi! Mindegy, nem történt baj, ez a lényeg. Az ott micsoda? Csókolom, Angie néni, látod, megnőtt a dínom. Az a te dínod? Aha, tök szuper, mi? Kösz, Angie, hogy vigyáztál a farmra. Szívesen, Dél, bocsi a kérítésért. Segítsen? Nem kell, megoldom. Akkor megyek, ha kell valami szólj. Szia! Szia, Angie! Billy, szólj Bubunak, hogy irány az ol. Be kell csukni oda. Aj, de miért? Azért, mert azt mondtam, plusz rendet kell rakni a farmon, és csak láb alatt lenne. Bubu, gyere! Bubu, gyere a helyedre! Tudom, hogy nem akarsz bemenni, de Dév bácsi mérges. Mi? Nem vagyok mérges, de ezernyi dolgunk van neked. Holnap iskola, még az igazolást is meg kell írnom. De Dév bácsi, Bubu nem fér be az olba. Jó, majd építünk neki valamelyik nap egy nagyobb karámot. Na, én akkor léptem. Ideje eltűnnöm. Kösz Kélá segítséget. A helikoptert jó rejtsd el. Itt hagyom neked? Én nem mehetek vele. Túl feltűnő, hogy röpködök. Mi? És én mit csináljak vele? Én nem tudok helikoptert vezetni. Rám ne nézzetek. Én sem tudom hova tenni. Mindegy. Kösz, fiúk. De Kélá... De most... mit csináljak ezzel a helikopterrel itt? Haver, nyugi van. Majd, nem tudom, szólj rendőr haverodnak, vagy valami. De, ti hagyja, hát ezt nem hiszem el. Aztán még megvádolnak vele, hogy lenyúltam, vagy valami. Szerintem ez, amilyen régóta ott van a szigeten. Hát ja, oké, de itt sem maradhat. Nézd az előnyét, van egy helikoptered. Na, megyek a motromért, aztán tűzök én is. Ha valami van, hív. Jól van, Gredi, kösz. Szavasz. Billy, ne felejtsd majd el odaadni az igazolást a tanító néninek. Itt is vagyunk az iskolánál. Iskola után meg siess haza, rendben? Rendben, Dév bácsi. Szia! Igen, tessék! Sziasztok! Na csak, ki tiszteli meg az osztályt a jelenlétével? Elárulnád, Billy Johnson, hol voltál napokig? Hoztam igazolást, tanító néni. Lássuk csak! Sajnálom, de Billy családi okok miatt nem tudott jönni az iskolába. Aláírás, Dave Smith. Na, mi történt, Billy? Halljam! Hát, elmentünk kirándulni a dínók szigetére. Hazudós! Billy Johnson hazudós! Oda nem is lehet menni! Billy, mit mondtam neked a hazugságokról? De tessék elhinni, ott voltunk! Ne már, Billy! Kizárt, hogy ott voltatok! Azt a kormány lezárta azt a területet, oda nem lehet bemenni. Le is csukják azt, aki oda megy. Billy, ha nem mondod meg azonnal az igazat, nem fogadom el az igazolást.
De hát mondom, hogy ott voltunk. Elmentünk a dínók szigetére kirándulni. Aztán meg a pilóta néni el akarta rabolni a kis állatomat, de aztán gonosz emberek támadtak, meg volt egy csomó dínó, meg harcoltunk, azt hazajöttünk. Billy, ebből elég. Nem tűröm a hazudozást. Állj a sarokba! De hát én igazat mondok. Ha-ha! Lezom, fiacskám! Figyelnél az órán? Elnézést, tanárnő. Dudley, te meg viselkedj, mert te is mész a sarokba. Elnézést. Kösz, hogy átjöttetek srácok dumálni. Hamarosan megjön a pizza is. Nincs mit, haver, de arról a helikopterről azért beszélnünk kell, hogy nem kéne annak ott lennie. Tudom, Boti. Haver, azt most mit fog kezdeni azzal a dínóval? Fogalmam sincs, mivel csak Billynek engedelmeskedik, de Billynek most az egész világot az a dinoszaurus jelenti. A hideg kirázottul a lénytől. Ne menj hozzá közel, Boti! Jó, oksa. Zsír, megjött a kaja! Egyetek, van bőven. Jól van, Billy, ülj vissza a helyedre! Hiszek neked, Billy! Kösz, Ricsi! Jól van, kicsengettek, mehettek. Holnap találkozunk. Srácok, itt szóltok, menjünk fagyizni! Fagyi, én megyek! Bocs, kihagyjuk. Ma Taco nap van Miss Castillónál, és nagyon finomat csinál. Kóstoljátok meg egyszer. Majd mindenképp. De csősztök! Csókolom! Én és a barátaim kérünk egy dupla csokis vaníliás fagyit. Én fizetek! No csak kéle, ki van itt? Hagyjatok békén! Ez nem így van! Bántják azt a nénit! A főnök már vár, Kéla! Ne, segítség! Hé, az a néni! Mit akarsz, kis pisis? Takarodj! Fussunk! Te oda szépen beszállsz! Bocs, srácok, most mennem kell! Billy, és a fagyid? Dave bácsi, gyorsan! Billy, mi történt? Mi a baj? Jól vagy? Iskola után fagyiztunk a többiekkel, de ott volt a piacon az a pilóta néni. Jött két bácsi, aki megverte és berakta egy autóba, és elmentek vele. Hogy mi? Kéla! Gyertek, bemegyünk a rendőrségre, ott majd mindent megnézünk. Azt utána rám kiabált az egyik bácsi, hogy takarodj, pisis! Jól van, Billy, nyugodj meg, nincs semmi baj. Mindent elintézünk. Nekem van egy ötletem. Boti, te menj be az őrse, keresd mindent, ami fekete terepjáróhoz kapcsolódhat. Meg fogják ölni Kélát. Mégis ki ez a nő, és miért rabolták el? Ez hosszú sztori, a lényeg, hogy siess. Oké, haver. Grady, azonnal meg kell mentenünk. Mentenünk? Mi ez a többes szám? Megígértem neki, hogy segítünk, emlékszel? Te ígérted meg neki, nem én. Most segítesz, vagy nem? Vagy egész végig az erdőben akarsz ücsörögni a lakókocsiba? Nem te panaszkodtál, hogy hiányzik a kaland az életedből? Jó, igaz, ezt elismerem. Srácok, figyeljetek már rám a végre! Mi az NG? Én tudok valakit, aki segíthet megtalálni. Én felhúzok egyet. Aha, én vagyok.
Igen, segítség kellene. Kellene az informátor is. Oké, ott leszünk. Ez meg mi a... milyen kommunikációs eszköz volt ez, Angie? Mindegy, gyere, tudok valakit, aki segít, menjünk. Oké, Grady, gyere. Elnézést, el is felejtettem a neved. Ja, Deering. Claire, de ezt már mondtam. Tényleg, figyelj, vigyáznál egy kicsit Billyre? Csak néhány óráról van szó, léci. Én is megyek. Jobb lenne, mert nem értek a gyerekekhez. Menni akarok. Jó, gyere, Billy. Otthon találkozunk, oksa? Aztán egy darabba gyere haza. Ezzel hamarabb odaérünk. Megint helikopterezünk, de jó! Angie, el tudod ezt vezetni? Persze, vezettem már helikoptert. Felszállás! Mi ez a kietlen kopár terület, Angie? Nyugi, mindjárt jön, meglátod. Azt mondta, hogy itt találkozunk. De kicsoda? Srácok, ott jön valami. Boba Fett. Nem ez volt az, aki lezúzta az Indominuszt? Na, kik vannak itt? Szevasz. Angie azt mondta, te segítesz. Meg lehet. Először nem akartam segíteni, de miután mondta Angie, hogy neked kell a segítség, és mivel nagyra tart téged, ezért belementem. A bácsinak van saját űrhajója, tök jó. Szóval te lennél az informátor? Nem. Ő mindjárt megérkezik. Sőt, ahogy nézem, már ott jön is. Mi a rossz sem az? Ő az informátor. De furcsa lény! Inkább rohadt ijesztő. Úgy mond, hogy ők is értsék. Azt mondd el nekik, az elrabolt nőt a piac téren. Bocs, főnök! Láttam, hogy a humanoid nőstény letuszkolják egy fekete szállító járműbe, amivel elmentek egy csapat szállítóhoz, ami sinekhen vonul. Az a vasútállomás lesz, szerintem arra gondol. Be tudsz férkőzni annak a szállító járműnek a rendszerébe, hogy megnézni, hova mehetett? Fogalmam sincs, hogy mi az. Annyira még nem ismerem ezt a bolygót. Nekünk említett Kayla, a nő, akit elraboltak, egy dínó fekete piacot. Valószínűleg oda vitték, annak a pontos helye kellene. Tessék, itt van ez a holópad. Ezen megtalálod a barátodat. Ha nem tudod értelmezni, Angie majd segít. Kösz, Boba Fett. Én köszönöm. Mi is kirepni a farm először. Jól van, mondom akkor a tervet. Tudom, Angie, vigyázz a farmra.
Igen, és Billyre is. Nem, nem, én megyek! Nem, Billy, nem jössz. De menni akarok! Billy, ez nagyon veszélyes, ezt meg kell értened, meg is ölhetnek. Különben is kell, aki felügyeli Bubut. Jól van, na. Grady, te velem jössz, és elmegyünk a rendőrségre, hogy megnézzük, Boti mit alkotott. Rendben, haver. Aztán Billy szót fogad Genji-nek. Oké, szót fogadok. Mindjárt jön Boti. Gondolod, hogy a rendőrség segít? Hát nagyon remélem, hogy segítenek. Cső, Boti! Ezt nézd, Boti, mit szerváltunk. Ez egy holopad. Innen 150 kilométerre vitték el Kaylát. Pontosan megmutatja, hogy hol van. A város neve Szent Méri. De Kismáltának is hívják. Van is ott azt hiszem egy emberünk beépítve. Figyelj, ha oda mentek, keressétek Franklint. Ő majd segíteni fog. És hogy néz ki az emberük nyomozó? Sajnos azt nem tudom, de elég habókos fickó. Neki könnyen felismerhető, mert mindig feketében van. Ha könnyen felismerhető, nem gondolod, hogy a bűnözők is könnyen fel fogják ismerni? Állítólag elég jól tud lopakodni a fószer. Én még nem találkoztam vele. Akkor irány a vasútállomás. Kösz, Boti! Szavasz! Legyetek óvatosak, srácok! Sok sikert! Na, Billy, mit szeretnél játszani? Bujócskázzunk! Te leszel majd a hunyol, jó? Én meg majd elbújok addig. Számolj el 500-ig, Angie néni, én meg elbújok addig, jó? 500-ig? Hát az nagyon sok, de oké. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bubu, gyere! 47, 48, 49. Amíg Genji néni számol, addig gyorsan el tudunk menni a vasútra Dév bácsi után. Hát, ha még ott van. Jaj, de hogy vigyelek el, hogy ne vegyen észre senki. Ha? Bubu, ezt hogy csináltad? Hallod? Hol vagy? Ezt a... Tudod magad átszázni? Ez tök jó, csináld még egyszer! De jó! Akkor irány a vasútállomás! Maradj itt, Bubu, hozom a bringám! 119, 120, 121, 122! Bubu, gyere utána már százva, jó? Oké! Bubu, még itt vagy? Jó, Dév bácsi felszállt az első vagomba. Mi felszállunk a másodikra, de maradj csöndben, és maradj rejtve. Jól van, Grady. Néhány óra és ott vagyunk. Szia, ide jöhetek? Én Billy-nek vagyok. Téged hogy hívnak? Szia! Engem mit csinálnak? Hogy egyedül utazol a vonaton, Billy? Nem vagyok egyedül. Dév bácsit követem titkos küldetésbe. Megyünk valami városba, ahol bűnözők vannak meg bűnök. Nagyon bátor vagy. Nagyon veszélyes helyen, nem gyerekesnek való. De Dév bácsi mindig vigyáz rám, most én vigyázok őre. De hogy itt vagy a vonaton, és nem vagy suliban?
Az anyukám a kalauz néni. Én szegélyt itt vagyok minden nap a vonaton, és itt is tanulok. De jó, ilyet is lehet. 498, 499, 500! Aki bújt, aki nem megyek! Vajon hova bújhatod, Billy? Mi? Billy! Elment a farmról! Billy! De most mit csinálja? Hogy hívjam fel Dave-et? Ez nem itteni technológia, köztársasági kommunikátor! Ne aludj el, Billy! Itt kell mindjárt leszállod! Oké, köszi Mitchell! Azt hiszem, arra kell menni. Várjál meg! Beszállás! Gyere, Bubu! Főnök, nézze, kit találtunk! Kéla, Kéla, Kéla. Csalódást okoztál nekem. Nem az én hibám volt, megmagyarázom. Tudod, mi van ebben a kamionban, igaz? Könyörögve kérlek, adj egy esélyt, jóvá teszem. Már nagyon ki vannak éhezve. Gyorsan, Greddy, keressünk valami púvóhelyet ott. Nem tetszik, hogy ez a T-Rex minket vizslat. Amíg nem akar megzabálni, és csöndben van, addig tök mindegy. Itt lesz Ben Kéla valahol. Psz! Mi van, Dave? Ne pisszegj! Miről beszélsz, nem én pisszegek. Hé, itt fent! Kik maguk, és mi a fenét művelnek itt? Te vagy Franklin, igaz? Ssss, mégis mi az? Ezt honnan tudod? Nyugi, botonnyomozó barátja vagyok. Ő mondta, hogy itt lesz egy emberük. Ja, az más. Klassz a pókot, haver. Milyen pókról beszélsz? Hát, ami ott ül a válladon. Fúj, szedjétek le! Szóval... Főnök! Mi az már megint? Nézzek, kiket fogtunk. Mozgás! Maga Owen Greddy, nem igaz? De ki a másik kettő? Ez csak egy koszos zsernyák. Ez Dave Smith. Nyírja ki! Most, azonnal! Nem dolgozom ingyen. Már is átutalok magának azonnal 1 milliót, és végezzem vele. Így már más a helyzet. Dave, maga tényleg betartja a szavát. Igen, már csak azt kell kitalálnom, hogy mi legyen most. Ezt a helyet te nem hagyod el élve. Kár, hogy magának is meg kell halnia, Owen. Jó üzlettársak lehettünk volna. Rohadjon el maga szemétláda, maga miatt elvesztettem mindent. Úgy
kütyökkel irányítja az atrociraptorokat. Végezzetek velük! Billy, hogy kerülsz te ide? Már megint itt az Indominus is. Az én Indominusommal? Az enyém, én találtam. Maga idióta, nem arról volt szó, hogy nem növekszik meg? Hé, fogalmam sincs miért növekedett meg. Én beadtam a növekedés gátló enzimet még embrió korában. Hallod ezt, Greddy? Jobb ötletem van, a kölyökre uszítsa a dögjeit, hogy Smith végignézhesse. Ne, Billy! Parancsot Bubunak, mint amikor gyakoroltam a farmon Pyroval. Bubu, ellentámadás! Billy! Megmentelek! Dave bácsi, ez tök jó volt! Hogy csináltad? Írjátok ki azt a dögöt! Bocs, de annyit nem fizet, szavaz! Billy, futás! Ez a dög sokáig nem fog itt feküdni. Ide elbújunk. Franklin hol van? Itt az ideje lépni. Le van tartóztatva Vázquez. Majd pont egy ilyen buta tacskó áll az utamba. Jöhet a meglepetés. Fogják ölni Bubut! Billy, állj meg! Nem mehetsz oda! De Bubu! Bubu! Nézd! Elbír velük! Hogy a fenébe már megint. Billy, ne nézz oda! De meg akarom nézni, hogy eszi meg a bácsit! Harry Wu-nak vége. Megpróbálom elterelni a figyelmét. Fáradtam. Nem bírok tovább pörögni. Dave bácsi! Kenji, mehet a drón. Rendben van, öcsi sajt.
Tartsd egy helyben, amíg megpróbálom mutatózni. Alszik, mint a bunda. Darius! Még nem végeztünk. Dehogy nem. Hé, Susi! Mi van? Ezt amiért meg akartad ölni Billit? Rácsok mögött fogsz megrohadni te is. Még mielőtt felkelt. Van még egy Indominus. Az velünk van. Én kis hős bubukám. Ez nagyon para. Hát eléggé. Srácok, kösz szépen a segítséget. Hallod, ezek ők. Élő legendák. Ki vagytok azok? Darius és Kenji a Nublári hatokból. Nublári hatok. Mikor a Nubláron kitört a pánik az első Indominusnál, 6 gyerek 9 hónapig maradt a szigeten egyedül felügyelet nélkül, és túlélték, abból ők itt vannak ketten. Aszta! Le a kalappal, srácok! Gyerünk, Vasquez! Irány a rácsok! Az Allosaurusszal mi lesz? A magához tér kótyagos lesz, de könnyebb lesz beterelni a PHV szállító kamionjája. PHV. Prehistoric Wildlife. Tudod, mióta dinók vannak a világunkban, külön rezervátumba szállítják őket. De ezek szerint összejátszottak ezekkel, és eltulajdonítottak egy kamiont, amin idehozták ezt az Allosaurust. Ez ugyanaz az Allosaurus, ugye? Ami a Nublárunk volt. Igen, nem is értik, hogy hogy került ide. Na Kéla, többet nem kell tartanod ezektől. Köszönöm szépen, Dave. Tényleg rendes vagy. Na srácok, lehetünk haza? Igen! Még egy kérdés. Billy, te hogy kerültél ide Bubuval együtt? Hát felszálltam a vonatra. A másik vagomba, amit ti elől voltatok. És Bubu is ott volt, mert tud egy trükköt. Bubu, csináld a trükköt, álcáld! Jó, mi? Mi a fene?